ez az itt még jobb odaépület, de remélem tudják, hogy a tábla van. És egy kis műsorral köszöntünk benneteket. Halipó, óvodásnak lenni jó. Ez csipogja kis madár, ő is óvodára szám. Ez magogja kis nyuszi, hátizsákját felveszi, kézen fogja anyukáját, megy vele a kis erdőn át óvodába. 1, 2, 3, 4, kis cipő, hová néz? Óvodában indulok. 1, 2, 3, 4, te kis cipő, hová néz? Óvodában indulok. Tányérica, batica, az illányok patica, szél bújja patikáját, kapd el kislány a szoknyáját, csücs! Még egyszer megyünk! Tányérica, babica, az illányok patica, szél bújja patikáját, kapd el kislány a szoknyáját, csücs! Egyik lábatok elől, a másik hátul. Húz, húz engemet, én is húzlak tégedet, amelyik ügy elesik, az lesz a legkisebb. Szorítom, szúrom, könyökölök, pacsitalom, megölelem. Megint körbe. Bal jobb, bal jobb, lépteket hallok, időbög az elefánt, így gyorsul a macska, így szalad a kisegér, így fut a macska. Miért is vagyok ilyen kicsit, mint a kerti virágok? Úgy szeretném egyszer bentről nézni meg a világot. Létrafokán nagyot lépek, és még egyet azután. Egy-kettőre olyan magas leszek, mint az apukám. Gyorsan fogjuk meg egymás kezét. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékon, vidagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékon, vidagadok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból, hidagadok én. Elmeséljem, merre jártam, az voltám a nagy csoda. Nem kastélyból, nem vidámból, nem hétornyú paloda. Játszótér, egy jó nagy háza, benne rengeteg szoba, óvoda volt, ahogy mondom, egy csodaszép óvoda. Erre a régi óvodára felakasztunk egy nagyon szép koszorút, hogy aki erre jár, az mindenki tudja, hogy ebbe az épületbe régen óvoda volt. Bettike segít a Nikinek felakasztani a koszorút. Itt állunk most a régi óvoda épülete előtt. Minden évben eljövünk ide azért, hogy emlékezzünk arra, hogy ebben az épületben régen óvoda volt.
olyan régen volt ez, amikor ez óvoda volt, hogy képzeljétek, nem is az anyukátok járt ide, nem is az apukátok, nem a nagymamátok, nem a nagypapátok, nem is a dédi mamátok, nem is a dédi papátok, hanem az ők mamátok, ők papátok járt ide az óvodába. Bizony, akkor volt ez óvoda. Ebben az óvodában is nagyon sok játék volt, de képzeljétek, nem műanyagból volt a játék, nem volt legó, nem volt dupló, nem volt műanyag markoló kint a homokozóba, hanem fából készültek a játékok. Volt fa kisautó, volt fatalicska, volt fakocka, volt fakar, és volt még labdájuk is a gyerekeknek, sőt, volt babakocsijuk is fából. És volt kis dob, meg kis trombita is a régi gyerekeknek. Julika Honéni, akit nagyon sokan ismertek, főleg a nagyobbak, ő mesélte nekem, ide járt a nagymamája óvodába. Ezért is hoztam el ezt a szép könyvet, mert ebbe Julika Honéni nagyon sok érdekességet beleírt, nagyon sok emléket. Ebben a könyvből olvastam ki mindent, amit most mondok nektek. Az ő nagymamája ide járt, és volt egy nagyon aranyos óvónénie, úgy hívták, hogy Róza óvónéni, ezt az óvónéni. Ez az óvónéni nagyon kedves volt, nagyon szerette a gyerekeket. Arra emlékezett Julika óvónéni mamája, hogy ebbe az óvodába nagyon szép pitypankoszorút tudott a Róza óvónéni kötni a kislányoknak. Meg arra is emlékezett, hogy ez a Róza óvónéni nagyon szépen hegedült. Volt egy hegedűje, és nagyon szépen hegedült. Azt mondta nekem egyszer Julika óvónéni, hogy így mondta, hogy de jó lenne, ha itt a régi óvoda előtt egyszer hegedűt hallanál. Hát most képzeljétek, tudjátok ti is, hogy nekünk is van egy óvónénink most, aki nagyon szépen tud hegedülni. Igaz, hogy nem úgy hívják, hogy Róza óvónéni, hanem Fruzsi óvónéninek hívják bizonyán. Megkérjük Fruzsi óvónénit, hogy hegedüljön nekünk valami szépet, és az olyan lesz, majdnem olyan lesz, mintha bentről hallatszana az épületből Róza óvónéni hegedű szója. Alakítunk egy nagy kört, minden csoport magának egy nagy kört. Jó? Cini, cini, muzsika, táncol a kis Zsuzsika, de nincs neki párja, egyedül, egyedül, míg a párja nem kerül. Na választanak a Zsuzskák egy pár haguknak gyorsan, és korokat idővel. Egyedül, egyedül, míg a párja.
nagyon figyeltek. Zsuzsi óvónéni még egyet hegedő nekünk, de most mi is segítünk neki. Az óvónéni meg a Dadus néni énekkel fognak segíteni Zsuzsi óvónéninek. Egy szép őszi éneket fogunk elénekelni. Megünnepeltük akkor ezt a napot.